A Kisvárda U16-os együttese uralta a finálé rendes játékidejét a felcsútiakkal szemben a Várkerti stadionban. A hazaiak több nagy helyzetet is kidolgoztak a második félidőben, de vagy hiba csúszott a befejezésekbe, vagy az ellenfél kapusa hárított. Végül gól nélküli döntetlennel ért véget a 2x30 perces döntő. A büntető párbajban aztán már a várdaiak bizonyultak higgadtabbnak, 4-2-es győzelmükkel otthon tartották a trófeát az első bajnokok kupáján és Neumann Gábor emléktornán. Erőben és játékban is úgy gondolom, hogy felül tudtuk múlni a Puskás Akadémia csapatát. Az, hogy már a 11-es rugásoknál hogyan dől el az első hely sorsa, az már azért kicsit a szerencsén is múlik. Habár nem volt véletlen az, amikor az utolsó percben kapust cseréltünk, hiszen azért Márton Ákos a két hét időszakában remekül védte a 11-eseket, tehát ez tudatos volt, de hál' Istennek be is jött. A két magyar csapat mellett a Dinamo Kijev, a Hajduk Split, a Munkács és a Csíkszereda utánpótlás gárdái vettek részt a tornán. A Kisvárdai Egyesület sportigazgatója szerint ezzel a nemzetközi viadallal méltón emlékeztek meg a tavasszal elhunyt Neumann Gáborról, aki az akadémia igazgatójaként, később tehetséggondozójaként sokat tett az utánpótlás nevelés fejlesztéséért. Köszönettel tartozunk a Gabinak, mivel ezt az egészet ő szerette volna megvalósítani, sajnos már nem élhette meg. Közrejátszott természetesen a Covid ebben, mert a tavalyi szezonban is terveztük pár egy hasonló tornát. Azt, hogy most az ő nevét viseli, ez a szomorúságom, de ez egy méltó emlék neki. És mutatja, hogy milyen hatalmas léptekkel fejlődik a klubunk. Nem csak a győzelem miatt, hanem eleve, hogy ilyen patinás klubok elfogadták a meghívásunkat, és véleményük szerint nagyon jól érezték magukat. Ráadásul az első nap olyan mérkőzések voltak, amely igaz izgalmakat, kemény csatákat hozott. A mai napra egy picit fáradtabbá váltak, érthetően a nagy melegnek, illetve a hosszú utazásnak és a sok mérkőzésnek köszönhetően. Sesták Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, a stadionban uralkodó jó hangulat, valamint a csapatok sportszerű küzdelme nemzetközi szinten is jó hírét viszi a városnak és a futballklubnak. Akik itt voltak az elmúlt két napban, amit éreztek, az önmagukért beszélt, hiszen több száz néző, fiatalok, akik kitették szívüket, lelküket azért, hogy jobb legyen, mint a másik, itt harcoltak, azt gondolom, hogy ez a sport. Én büszke vagyok nagyon, ezt a tornát meg tudtuk rendezni, és ahogy elmondtuk, jövőre veletek újra ugyanitt. A klub előjáróinál pedig már megfogalmazódtak a tervek, szeretnék kibővíteni a korosztályos tornát, és a jövőben a Magyarországtól keletre eső valamennyi bajnokcsapatot meginvitálni az emléktornára.